Pécsen győzni kell az ob 1 ért vereséggel kezdte az osztályozót a KVS-e. Ludányi Kadosa csapatának idén a Vasas csapata lett az ellenfele a két győztes meccsig tartó párharcban. A Komjádi úszodában a Patinás Fővárosi Egyesület számított esélyesnek, játékosai igyekeztek is irányítani a mérkőzést. 10-3-ra is vezetett már a Vasas plakett, amikor Salamon Attila vezetésével elkezdett zárkózni a kanizsa, de ez a hajrá kevés volt, a végeredmény 14-8 lett. A visszavágót szombaton rendezik Pécsen. Ezen a találkozón győzni kell a délzalai alakulatnak ahhoz, hogy életben tartsa feljutási esélyeit. Amennyiben sikerül az egyenlítés a döntő, harmadik mérkőzésen a vasas lesz a pályaválasztó.